Ma járt le az aláírások leadási határideje az ellenzéki előválasztáson. Pálinkás József kivételével ez az összes miniszterelnök jelöltnek sikerült. Ugyanakkor úgy tűnik, az előválasztás mégsem lesz békés verseny. Tordai Bence egy mai Facebook posztjában felszólította a dk hogy tartózkodjon az ellenséges hangvételű politikai hirdetésektől. Az is kiderült, hogy 130 millió forintba kerül az ellenzéki pártok előválasztása. Egyebek mellett 400 sátrat és 800 tabletet szereznek be, mint írják. A terveik szerint 800 településen lehet majd személyesen szavazni. A jelenlegi költségvetést a pártok hasonló arányban fedezik, de adományt is gyűjtöttek. Az előválasztás költségvetése a pártok megállapodása szerint legfeljebb 160 millió forintig növelhető. Az ellenzéki előválasztáson a DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MSP és a párbeszéd méretteti meg magát. Javában zajlik tehát a helyezkedés, és ugye a szavazatok összeszámlálása és hogy kérdés, hogy ki lesz a győztes, és az előválasztásnak mi lesz a végeredmény, erről fogunk ifjabb Lomnézi Zoltánnal beszélgetni. Köszöntöm Önt a stúdióban. Jó estét kívánok. Jó estét, kívánok. Ugye az látszik, hogy össze tudták gyűjteni a jelöltek, Pálinkás Józsefot, Józsefet leszámítva, össze tudták gyűjteni a szükséges aláírást. Mondhatnánk azt, hogy most kezdődik az igazi verseny, sok szakértő viszont azt mondja, hogy ez már réges-rég lefutott verseny. Ön egyetért ezzel? Ezzel is egyet lehet érteni, bár ezt majd természetesen, hogyha visszatekintünk, akkor tudjuk százszázalékosan megállapítani. Én inkább, ha megengedi a a, azt a politikai narratívát támasztanám alá, hogy ez miért csak egy show -műsor. És hadd kezdjem mondan, hogy a 2019-es előválasztás az a megcsúfolása volt egyáltalán ennek, a, ennek az intézménynek, azáltal, hogy az első fordulóból tovább jutott jelölt mellé beültették az első forduló moderátorát, hogy a DK-s jelöltet Kálmán Olgát, és vele kellett megvívni a második fordulót, ez egy bohózat volt. A mostani uh, gyurcsánsónak nevezett folyamat pedig azt gondolom, hogy abból a szempontból uh, más csak, mint a 2019-es, hogy jobban rákészült az ellenzék, de ettől függetlenül egy kész forgatókönyv alapján zajlik minden látszat szerint az egész folyamat, és azt is tudni lehetett előre, hogy kik az erős emberek, kik pedig a gyengék. Tehát a, a valós verseny illúziójával lehet kampányolni, de nagy valószínűséggel utólag valóban bebizonyosodik, hogy egy lefutott mérkőzésről lehet szó. Azért érdekes ez, az, mert a három legerősebb jelölt, Karácsony Gergely, Jadobrev Klára és ez nem úgy tűnik, mintha olcsón adná a bőrét, és Jakapéter Ugye nagyon erős kijelentésekkel erről sokat beszélgettünk, mert ugye most a Index adott egy interjújában azt mondta, hogy 30 ezer ember gyilkolt meg a kormány ugye a pandémia alatt, és ő majd a jó Isten megbocsát, de ő nem tud megbocsátani, hogy Orbán Viktor ugye vásároljon egy bibliát, és akkor kezdje el tanulmányozni, meg gyónni, tehát nagyon-nagyon sok olyan erőteljes kiszólása volt, amivel az erejét próbálja mutatni. Dobrev Klára mindig azt mondja, hogy ő hány aláírás gyűjtött össze, és Karácsony Gergely is igyekszik felnőni a feladathoz, tehát egyikőjük sem akar udvarias vesztesként a háttérbe vonulni. Tehát, hogy azért itt ki fog dönteni, mert nagyon sokan gyurcsányt mondják, de azért itt a szavazók vagy a választók beleszólhatnak ebbe? Ezeket a folyamatokat nem ismerjük, hiszen hogyha áttekintjük a a világon zajló ismertebb előválasztási procedúrákat a legtöbb országban az én tudomásom szerint az összes fontosabb helyen, alaptörvényi vagy alkotmányos szinten ez nincs szabályozva. Sőt, még törvényi, tehát jogszabályi szinten sem, hiszen az Egyesült Államokban is politikai szabályok alapján zajlanak az előválasztások, a kaukuszok, viszont maga az intézmény, azért azt tegyük hozzá, az USA-ban is degradálódott, azért egy gyors megjegyzést hagy tegyek, hiszen a 2016-os demokrata előválasztás, amelyet Hillary Clintonra szabtak, mutatta meg, hogy mennyire nevetséges tud lenni egy előre lezsírozott folyamat. Hát ott Bernie sanders -t golyózták ki a hatalomból, úgyhogy ő sokkal népszerűbb jelölt volt. És utólag kiderült, hogy egyébként illegális eszközökkel is, emiatt le kellett mondani a DNC, a Demokrata Nemzeti Bizottság elnökének, Debbie Wasserman Schultznak, de kétségtelen tény, hogy ez lenne a minta. Viszont hadd reagáljak az ön felvetéseire nagyon röviden. Tehát egy, erős szavak ezek egy olyan párt részéről, amely párthoz azért mégiscsak az emberek gázkamrákban történő megsemmisítése, illetve, illetve cigányok, cigány emberek, romák megkurcolása, akár fizikai értelemben történő megtörése kapcsolódik. Tehát én azt gondolom, hogy nagyobb szerénységet várna el a Jobbik elnökétől az ember, és akkor jól is teszi ezt. Az, hogy Dobrev Klára olyan videókban jelentkezik most már, amely gyakorlatilag a szellemidézés hangulatát mutatja számomra, egy olyan ember részéről, amely mégiscsak a, az apró klánhoz tartozik, és, és magáncipeli a múlt bűneit, legyünk őszinték, maga a lakókörnyezetük, az egész, egész története a családnak azt gondolom, hogy egyébként azt mutatja, hogy ez egy következmények nélküli ország, ahogy Fritz Tamás ezt szokta mondani, nem lehetne a politikai élvonalában szerintem egy olyan országban, ahol valódi rendszerváltás volt Dobrev Krála. Én ugye hoztam is egy párhuzamot Dobrev és 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 Herman Göring unokája között, hiszen apró ugyanazt a pozíciót töltötte be a kommunista diktatúrában, mint, mint házelnök, amit Hermann Göring a, a, a náci birodalomban. De hát azt gondolom, hogy kénytelenek vagyunk ezt a helyzetet elfogadni. Karácsony Gergelynek, meg az én szerény meggyőződésem az ezt hadd tegyem szóvá, hogy a kiszibárgott hangfelvételek, nem tudom még kiemlékszik az uglói ügyre, az alapján nem vissza, mert el, ne lásnák őt ott. Le kellett volna mondani, és el kellett volna tűnni a színről. Ez is azt mutatja, hogy egy következmények nélküli baloldalról legalábbis beszélhetünk. Az előválasztás viszont arra biztosan jó, hogy, hogy mobilizálja, mozgósítsa a baloldal híveit, és ugye elsősorban erre, tehát nyilván ugye tehát adatbázis építésre is felhasználják, de a legfontosabb ez, hogy mutatni az erőt, az egységet, a dinamikát, minél többet megszólalni, minél többet beszélni arról, hogy majd ők együtt közösen le tudják győzni ugye Orbán Viktor és kormányát. És itt egymásra licitálnak a legvadabb ígéretekben, illetve a legvadabb fenyegetésekben is, pontosan azért, hogy a bizonytalanokat meg tudják szólítani, mert hogy ugye a legtöbb szakértő egyetért abban, hogy a bizonytalanok meggyőzése, az egyik kulcsfontosságú kérdés. Valóban viszont az egy másik fontos kérdés, hogy mennyire hat ez a fajta agresszív hangnem, vagy ez a fajta felelőtlen ígérgetés azokra, akik még nem tudták eldönteni, hogy kire szavazzanak. Ezzel be lehet őket vonzani? Először is hadd reagáljak arra, mert az egy nagyon fontos felvetés, hogy egymás ellen fordulnak, és egyre agresszívebb a hangnem. Ezt szintén a szabadúsa beli példát hoznék, hogy azért a Biden szemére vetették, amikor kinevezte Kamala Harris-t alelnökévé, hogy a, az előválasztás során olyan ütésváltás történt köztük, amit nagyon nehéz nem megtörtént tenni, tehát sérülnek is a jelöltek ezáltal. Azért ez a rizikó benne van, ha ez egy komoly folyamat lenne jogilag alátámasztott és adatvédelmileg számomra is aggálytalan, akkor azt mondanám, hogy erre mindenképpen érdemes odafigyelni. A másik pedig nagyon röviden, hogy van ugye nyitott és zárt előválasztás, és ez egy nyitott előválasztás, tehát bárki szavazhat. Ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy mennyire a baloldali választóknak a véleményét tükrözi, hiszen Nikolás Sárközit 2000 16-ban történt az is, ha jól emlékszem, így golyózták ki, ahogy mondani szokás, azzal, hogy nagyon sok baloldali választó kifejezetten és direkt François Fillonra a gyengébb jelöltre szavazott. Ez a nyitott rendszereknek a általánosságban a hibája, és hát Olaszország nagy előválasztási hatalomot a Romano Prodi eset mutatja meg, hogy mennyire ugyanolyan tud lenni a helyzet, mint Magyarországon. Előre elmondták, hogy Pródi jön ki győztesen, ő, a, ő volt az olaszok Karácsony Gergője. Most mindenki azt mondja, hogy Karácsony Gergely a főpolgármester lesz a győztes. Ugye ez az ellenségeskedésről egy, egy mai történt, ugye a Sordai Vence a Facebookon szóvá tette, hogy a DK-nak címzett bejegyzésében, hogy miért savazzák, miért támadják ugye az ellenzéki pártokat, noha nem ebben egyeztek meg. És érdekes módon, hogy a Vadai Ágnes írt neki egy kommentet, hogy akkor kávézanak együtt, és utána levette ezt, hogy kedves DK, ezt nem kellene csinálni, és utána a bejegyzés is eltűnt. Tehát, hogy Látszik, hogy nagyon gyorsan váltanak ilyenkor hangnemet és stílust is, hát, és hogyha muszáj, akkor kommunikáció, kommunikációs irányt is. Tisztelettel tudom, hogy a érdekes vagy talán szokatlan a felvetés, na de hát, hogyha elszabadulnak a a kutyák, és elszabadul a hang, nem is mindenki vadorzóvá válik egy irányba, akkor egymással szemben majd tudnak türelmet tanúsítani. Tehát az a gyurcsányi hang amely földön futóvá tétellel fenyegetőzik. Ez a, Jakabi gyakorlatilag kocsmai hangulatot a parlamentbe beépítő retorika, amely nem válogat az eszközökben és folyamatos jogos bírságokba ütközik a parlamenti felszólalásai során kivárja azt, hogy ezek után ez, a, ez az alpári és, és, agresszív stílus egymással szemben végül is nem, nem, érvényesül, hogy tudnak egymással szemben úri emberek lenni. Hát néhány hétig tartott ez a kegyelmi állapot, most már egy, azt gondolom, hogy a, a körön belül is ugyanaz a harc zajlik, mint amit eddig kifelé mutattak a kormánypártok irányába. Mozgalmas napok elé nézünk, az biztos lomnéci úr. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk a stúdióban.